Sziasztok! Szeretnék egy fontos témát megnézni a Bibliából. A kegyelem témakörénél maradva. Két ige, amit megnézünk. Az egyik az a János evangéliumának, az 5. részének a 24. része, ahol Jézus azt mondja: Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Ez az egyik. Itt megnéztem, van egy ilyen ógörög szómutató szóter, mert itt a kárhozatot vizsgáltam meg, hogy ez az eredetiben mi. És a kárhozatnál itt az, a krízis szó van, aminek a jelentése ítélés, amelyben eldől, hogy a lehetőségek közül melyik fog megvalósulni. Tehát ítéletet jelent. Tehát az az ember nem megy ítéletre, aki hisz. Tehát ez az egyik nagyon fontos dolog, hogyha te hiszel Jézusba, elfogadtad hitáltal, akkor kegyelemben vagy. A kegyelem az ki nem érdemelt kedvességet jelent, tehát ne próbáld kiérdemelni. Aki cselekedetekből akar üdvözülni, az vallásosságba kerül, és frusztrált lesz, és hitetlenség, mert vagy hitből van, vagy cselekedetekből. Ezt a Róma levél kibontja. És ezért, tehát, hogyha te hiszel Jézusban, akkor nem mész ítéletre. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor, ha meghalsz, akkor neked az összes dolgaidat átnézik, és akkor majd megnézik, hogy mennyi bűnt követtél el, vagy mennyit nem, hanem ezek már mind Jézusra vannak vetve, és te nem mész az ítéletre. Na most a másik ige, ami ide kapcsolódik, az a Róma levél 8.34, ami így hangzik: kicsoda az, aki kárhoztat, Krisztus az, aki meghalt, sőt, tököl fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik és érettünk. És itt az esedezik szót néztem meg ebből a ógörökbe, hogy hogy van eredetileg, ez pedig közbejár, azt jelenti, és a közbejár az pedig az az eredeti jelentése, hogy két fél között beáll középre, és ott képviseli az egyik felet a másik fél irányába. Tehát ez a nagyon jó hírem, hogy Jézus Krisztus az mit csinál, az közbejár, most is a hívőkért. És szerintem el lehet felejteni az olyan hamis istenképeket, amik egy olyan Jézust próbálnak mutatni, hogy Jézus figyel a földre, figyeli a hívőket szigorú tekintettel, összeráncolt homlokkal, és nézi, hogy mibe vétkezel esetleg, és ha esetleg elbuktál valamibe, akkor azonnal befejezi a közbejárást, azonnal elkezd ítéletet kérni rád, illetve elkezd különböző bajokat rád hozni. Hát ez egy óriási nagy hazugság a pokolból, mert ha te el is esel valamibe, akkor az elég baj, mármint főleg akkor, hogyha rosszul is érzed magad, és ha te elestél, akkor az a jó hír, hogy Jézus közbejár érted, és kisegít ebből. Persze, ha hiszel benne, de hát abból indulunk, hogy hívőkről beszélünk. Tehát nagyon fontos, hogy Jézus imádkozik, esedezik, közbejár értünk, és ez azért fontos, mert vannak olyan tanítások, miszerint, ha te valamivel elbuksz, akkor ki is estél rögtön a kegyelemből, és te akkor rögtön el is vesztetted az üdvösségedet, és utána úgy kell magad visszakönyörögni az üdvösségbe. Hát ez is egy pokolból jövő tévtanítás, hiszen a vér akkor is közbejár, és nem szűnik meg. És itt viszont lehet egy olyan kérdése valakinek, hogy de hát akkor bármit lehet csinálni, és akkor mindenképpen marad az üdvösség, akármit csinál az ember. Erre szerintem egyszerű a válasz: aki hívő, és tényleg befogadta Jézust, az nem fog akármit csinálni, nem fog tömeggyilkosságokat létrehozni, meg direkt szórakozni, de hogyha a hite esetleg megbicsaklik, vagy olyan elbukik, akkor ott van a közbejáró, és akkor, tehát ez a lényeg, hogy ami nagyon fontos, hogy Isten és Jézus azok szeretnék, hogy mindenki üdvözüljön. És ezt igazából elutasítani lehet, de aki nem érdemelt kegyelem, az pedig arról szól, hogy az ember, amikor már hisz Jézusba, akkor egy bizalommal van Isten felé, egy hittel van Isten felé, hogyha nem is tökéletesek a cselekedetei, vagy esetleg valami olyan dolog történik, hogy esetleg egy komolyabb bűnbe elesik, akkor is van visszaút, és akkor sem igaz az, hogy akkor ő már az egészet hagyhatja a túrósba, mert őneki már vége van. Mert ő akkor már Isten levette róla a kezét. Ez hazugság.
És ezért örömhír, mert az örömhír az arról szól, hogy, hogy boldog hír, örömhír. És ez felszabadít arra tényleg, hogyha tudod, hogy Jézus közben jár érted, és nem mész ítéletre, akkor már nincsen az ítéletnek valami rettenetes várása. Az akkor van, hogyha az ember megtagadja a kegyelmet, és visszamegy a törvénybe. Mert a törvény által viszont nem tud megigazulni. Ha hit, amíg hitben vagy, addig az Úrban vagy. És ez a jó hír, ez az örömhír. Ez nagyon fontos, hogy megnyugodjon az emberek lelke, mert tényleg vannak olyan keresztények, hogy egyszer még abban sem biztosak, hogy ők üdvözülnek, hogy azt mondják, hogy ezt nem tudhatjuk, hiszen ki tudja, hát az Isten szigorú, kemény, kemény Istenünk van, szigorú, alig megy át a rostán valaki. Na most én azt mondom, hogy Isten a szeretet. Isten úgy szerette a világot, és úgy szeretett téged is, hogy elküldte a fiát. Ő helyetted meghalt, és ha ezt elfogadod, akkor mész az úton. Ezen az úton nem azt mondom, hogy ez egy fáklyás menet lesz, és állandóan győzni fogsz. Lehet, hogy lesznek csalódások, lesznek benne nehézségek, de az Úrral végig fogsz menni. És én ezért imádkozom most, érted, aki ezt hallgatod, hogy az Úr békessége és öröme jöjjön az életedbe. Ne félj, csak így. Ne félj attól, hogy esetleg te már elrontottad, te már elszúrtad. Akárhol is vagy, nem vagy túl messze. Ez is bizonyítja, hogy ezt hallgatod, mert van benned szomjúság az igére. Hidd el, a kegyelem az ki nem érdemelt kedvesség. Ott van a Bibliában is a sok példa, amikor olyan emberek jöttek Jézushoz, akik az egész életüket szinte tönkretették. Ott van a Lator, ott van a parázna asszony. És lehet, hogy te azt mondod, hogy te hívőként is már hívő voltál, de valamint megbotránkoztál és elmentél messzire, akkor is utánad megy Jézus. Akkor is utánad nyúl, és nem az van, hogy most már ellened beszél, vagy átkoz téged a mennybe, hanem ugyanúgy visszavár téged, ugyanúgy visszajöhetsz. Még hogyha hívőként is, vagy úgy érzed, hogy te már ki is estél esetleg a hitből, és te már sok mindenben nem tudtál hinni, akkor is gyere vissza, mert ő vár téged. Ne arra gondoljál, hogy most vallásos keresztények mit mondtak, vagy esetleg lehortak téged, hogy te elkeresztény vagy, vagy frusztrált emberek, szerencsétlen emberek, a saját frusztrációjukat esetleg rajtad élték ki, vagy volt egy rossz házasságod, vagy esetleg elváltál, és te azt mondtad, hogy hát én elváltam, én már elkárhozok. Nem. Ha te hiszel Jézusba, ő helyre fog állítani, és helyre állít, és hit által üdvözülünk, ki nem érdemelt. A hit az nem cselekedet. És a hit és a cselekedetekből való üdvözülés, meg a hitből való üdvözülés, az nem összeegyeztethető. Amint a cselekedetekre nézel, már nem arra nézel, nem az engesztelő áldozatra nézel. És ezért nagyon rossz az, akik törvénykeznek, nagyon nagy tévtanítás, hogy elkezdenek keménykedni, törvénykezni, mert akkor visszavisznek téged a törvény alá, és a törvényből meg senki nem igazul meg. Úgyhogy ez a nagyon fontos, mert itt ugrik a majom a vízbe sokszor, hogy károsztatva vannak a hívők, de nem Istentől vannak károsztatva a hívők, meg nem Jézustól, Istentől, hanem tévtanítások által. De ezeket meg kell tagadni. Úgyhogy, és természetesen továbbra is azt mondom, hogy ne vétkezzünk, hagyjuk el a vétkeket, keressük Istent, menjünk bele a jelenlétébe, és ne éljünk vissza a kegyelemmel, amennyire lehet. Valamennyire talán egy kicsit mindenki visszajön vele, akár tudatosan, akár tudattalanul, de igyekezzünk a jóra. De pont a sokszor az ilyen nagyon maximalista, meg perfekcionista emberek, azok, akik igyekszenek a jóra, de látják, hogy nem megy annyira, mert sose elég jók, mindig kevés. Imádkoztál 2 órát, kevés. Böjtöltél 3 napot, kevés. Figyelj, nem kevés. A hited az, ami megtart, nem a cselekedetek. Sokan, akik úgy tértek meg, hogy haláluk előtt, azok szinte nem is böjtöltek semmit, meg nem is csináltak semmit, de mégis üdvözülnek. Veled meg Isten nem fog kivételezni negatív irányba, ő szereti a gyermekeit. Úgyhogy ez nagyon fontos, mert a kárhoztató, leuraló, varázsló emberek miatt sokan elvesztették az örömüket, és olyan hívők, hogy rossz rájuk nézni, hogy szinte a világokban több öröm van, több élet, és ez nem jó. Én azt kívánom, hogy mi jön beléd vissza az élet, és hogy értsd meg a kegyelmet. És hogy a kegyelem alatt ne valami
félelmetes dolgot lássál. A kegyelem az megaláz téged valamennyire az egódat, mert az azt mutatja, hogy te semmit nem tudsz tenni az üdvösségedért. A kegyelem azt mutatja, hogy te még a levegőt is csak úgy tudod venni, hogyha Jézus adja. Böjtölni is csak úgy tudsz, ha Jézus adja neked ezt a kegyelmet. Imádkozni is csak Jézus által tudsz, hit által tudsz. És minden kegyelemből van, ezért, hogy senkinek érkedjék, ezért senkinek dicsekedjen. És ez az, ami az egót lerombolja, hogy igazából minden, amit van, azt kaptad. Mit van, amit nem kaptál volna. És ez az, ami a károsztatás alól is egyszerűen kiveszi az alapot, hogyha minden kegyelemből van, és Jézus közben jár értünk, és nem megyünk ítéletre, akkor nem kell nekünk egymást csak kárhoztatni, meg ilyesmi, hanem cselekedjük Isten akaratát, és boldogan éljünk. Amen.